24 órás, 24 perces és 24 másodperces ünnepi műsorral készül a Kolozsvári Rádió magyar szerkesztősége. Ezzel a rendhagyó élő rádiós maratonnal ünneplik az egésznapos magyar nyelvű sugárzás első évfordulóját. 24 órán át Kovács Orsolya, Ferenc Zsolt, Kristály Bea és Kovács Péter, illetve meghívottaik lesznek a mikrofonok előtt. A Facebookon gyerekkori képeket posztoló kihívás után... A fúrógéppel kukoricátevés kihívása után... A hívd meg a barátaidat, hogy posztoljanak egy verset kihívás után. Az Ice Bucket Challenge után... 24 órás rádiós kihívást indítunk. Humoros népszerűsítő videókkal is készül a 24 órás kihívásra a Kolozsvári Rádió egy kisebb csapata. Szerdán délelőtt 10 órától 24 órán át Kovács Orsolya, Ferenc Zsolt, Kristály Bea és Kovács Péter, illetve meghívottaik lesznek a mikrofonok előtt. Kovács Pétert a születésnapi műsor felhozatalról kérdeztük. Talán a legnagyobb kihívás az, hogy egész éjszaka is itt vagyunk, éjszaka pedig olyan embereket fogunk megszólaltatni, akik ebben az időszakban dolgoznak. Fesztiválszervező, taxisofőr, mentősofőr, pilóta, pék, stb. Stb. Játékokat is tervezünk, minden órában lehet valamit nyerni, lesz folyékony változata ennek, amiben alkoholtartalom is van, meg mindenféle más nyereménnyel készülünk. A rádiós kollégák arról is gondoskodnak, hogy a 24 órán át élő műsort vezetők energiával is győzzék a kihívást. Pap Levente a zenei bejátszások egy része mellett zakuszkával és további finomságokkal is készül támogatni munkatársait. Csak szerda reggel 10 órakor lehet a két üveget felbontani. Ez egyfajta 10 órai reggeli lesz. Ebédre hozok kétfajta húst, az egyik kínai, a másik amerikai. Egy éve a 24 órás magyar adás elindulásakor több műsort is újra gondoltak, illetve újak is indultak. Varga Mihály Márton és Ambrus István azóta egy éve ébresztik minden nap hétköznap reggel 6 órától közösen a hallgatókat. Hát 4 órakor kelni minden nap, hétköznap azért eléggé kemény dolog, de próbálunk mindig viccesek lenni, meg igazából, nem tudom, akarjuk ébreszteni az embereket, és hogy velünk induljon a reggelük. Hát ezen dolgozunk egy év, és remélem még 10 év múlva is itt leszek. Az egyéves évforduló alkalmából szerdán délután 2 és 3 óra között a Bátrabb Rádió hallgatók maguk is beülhetnek a műsorvezetőkkel a mikrofonok mögé a Kolozsvári Rádió magyar szerkesztőségében.